Bátaszéki Felvidék Néptánc Egyesület 2000-ben alakult. Az alapítója Partiné Harcsa Magdolna, Magdus volt. Egyesületté 2001-ben váltunk, de mi 2000-től számítjuk a fennállásunkat, mert ugye ott már tevőlegesen, ténylegesen táncoltak, tehát létezett a csoport. Ezért jövőre, tehát 2025-ben ünnepli az Egyesület a 25. születésnapját, melyet már izgatottan várunk mi is. Tehát az Egyesület ugye most 24 éves, és nagyon nagy öröm volt nekünk, hogy 2010-11 tájéken bővítettünk. Tehát ugye 2010-ig csak felnőtt csoporttal működött az Egyesület, 2011-től elkezdtünk utánpótlás csoportot verbúválni. Olyan utánpótlás csoportot, persze próbálkozások előtte is voltak már, de 2011-től folyamatos a munka az utánpótlás nevelés terén, és azt is elmondhatjuk, hogy 4 korcsoportban működünk, tehát az utánpótlás gyerekek 3 csoportra vannak osztva. A Jankó Fruzsival a tipegőink vannak, akik az óvodásnál kisebb gyerekeket ölelik fel ez a csoport. Ők ölbéli játékok, mondókák, ismerkedés a hangszerekkel, a ritmussal, a játékkal, meg eleve a közösséggel, ugye nekik azt kell szokni, hogy milyen jó közösséghez tartozni. Aztán vannak az óvodásaink, akiket Béda Anita karol fel és tanít hétről hétre. Ők már egy kicsit komolyabban végzik a dolgukat, ők már ritmus gyakorlatokat, népdalokat, népi játékokat tanulnak. Ők már elő vannak készítve, úgymond, az utánpótlás csoportba való fellépéshez. 1, 2, 3 és... Első osztályba kerül a gyermek, akkor az utánpótlás csoportba kerül, ami a kisiskolás korosztályt öleli föl. Őket én vezetem, én foglalkozok az utánpótlás gyerekekkel. Most arra úgy alakult sajnos, hogy csak lányok vannak ebbe az utánpótlás csoportba. Ez, én azt gondolom, hogy egy országosan kiterjedt probléma, hogy a fiúkat úgy kell behálózni, behúzni, vonni a hagyományőrző a néptánc világába. Eddig voltak fiúk, most ez valahogy úgy alakult, hogy csak lányokkal működünk, de így is nagyon szuper a csapat, mert nagyon jó lányos koreográfiákat, lánytáncokat tudunk összehozni, és tényleg barátságok alakulnak, tehát ez egy igazi csajos csapat. És akkor ugye vannak a felnőttek, akik hát igazából már a felsősök és a gimnazistákat már próbáljuk ugye fölhozni a felnőtt csoportba, hogy minél előbb a felnőttekhez kerüljenek, mert azt gondolom, hogy mindenkinek ez a cél, és mindenkit ez motivál, hogy mikor kerülhet a felnőtt csoportba, mikor mehet a felnőttekkel fellépni, mikor veheti fel a szép selyem ruhát. Úgyhogy mi ebben is motiváljuk a fiatalságot, hogy minél előbb próbáljuk őket bevonni a felnőttek munkájába. Felnőtt csapatot Péter Péter vezeti. Az Egyesület arra törekszik, hogy a kisebbek minél többet lássanak a nagyok tevékenységéből, hogy fenntartsák az érdeklődésüket. Idén, illetve most szeptembertől az utánpótlás csoporttal is úgy oldjuk meg a munkát, hogy külön van nekik a próbájuk, de a felnőttek jönnek az ő próbájukat követően, és van egy közös időintervallum, amikor ők még itt vannak, a felnőttek már itt vannak, tehát hogy őket is motiváljuk azzal, hogy a felnőttekkel tudjanak dolgozni, táncolni, illetve hát vannak ugye közös koreográfiáink is, amiket így tudunk gyakorolni. Tehát, hogy az utánpótlást is próbáljuk ösztönözni, megtartani és motiválni, hogy jó itt lenni, és jó ehhez a csapathoz tartozni.
Van, amikor megyünk külföldre is, van, amikor több külföldi meghívásunk van, elsősorban ugye a testvértelepülésektől kapunk felkérést, illetve kap a város felkérést, és ugye minket delegál, tehát gyakran szoktunk menni Bézikeimi Vincerfestre, Nagysallóba, ugye a falunapokra. Annak idején nagyon sokat jártunk Erdélybe is, Gyergyorditróba. Ez az utóbbi időben sajnos megszűnt, de mi készségesen állunk minden felkérés elé, és amit tudunk, azt szívesen teljesítünk. Belföldön nagyon sok helyszínre hívnak minket, tehát akár egy legkisebb falubeli falunapra, vagy egy nagy fesztiválra, ahova tudunk, mi szívesen elmegyünk, és természetesen a bátaszéki programok azok elsőbséget élveznek. Tehát minden bátaszéki megmozduláson, minden bátaszéki programon úgy érezzük, hogy kutya kötelességünk megjelenni, és képviselni magunkat is, illetve a felvidéki népcsoportot. Már így az év vége fele haladva a legtöbb fellépésünket már letudtuk, most meg itt a szüret idején van egy-két felkérés, és a legközelebbi nagy program, amire készülünk, az a karácsonyi műsorunk, évzáró műsorunk, ahol minden korcsoportunk színpadra lép, és együtt várjuk a karácsonyt, együtt ünnepelünk, és ahova természetesen várunk mindenkit szeretettel. És azt követően a boldog új évben meg ugye jubilálunk, tehát a jövő év is biztos, hogy nagyon sok programmal lesz tele. Folyamatosan készülünk, és izgatottan várjuk az elkövetkezendőket. A 20 éves fennállásunkat is több rendezvénnyel ünnepeltük, tehát igazából egész évben ünnepeltünk. Volt és lesz is természetesen egy jubileumi gálaműsor, ahol előadjuk táncainkat, mindenki megmutatkozik, ahova meghívjuk a város vezetőségét, a civil szervezeteket, a többi hagyományőrző csoportot, tehát lesz egy ilyen hivatalos része is az ünneplésnek. A felvidékbálunkat, ami minden évben megrendezésre kerül, az jövőre biztos, hogy ez alatt fogjuk, tehát ilyen apropóból fogjuk szervezni. Vannak terveink, hogy mi lesz a meglepet. Mi minden bál elején meglepetéssel készülünk a megjelent vendégeknek, és én nagyon bízom benne, hogy a jövő évi, az idei is jó lesz, ami november 16-án lesz, de hogy a jövő évi az nagy durranás lesz, ugyanis szeretnénk minél több régi táncost visszahívni erre a bárra, illetve a nyitó műsorra. Na most azt tudni kell, hogy a 25 év alatt rengeteg ember, rengeteg táncos fordult meg az Egyesületben, és azt szeretnénk, hogyha ezeken a rendezvényeken minél többen részt vennének, visszajönnének a régiek közül, és akkor tényleg méltó és nagyon boldog ünnepség lenne. Béda Anita 13 éve vezeti az Aprók csoportját, és nagyon elhivatott a kicsik fejlesztése iránt. Mivel óvoda pedagógus is, szakmájából adódóan is szívesen foglalkozik ezzel a korosztállyal. A néptánc az nekem egy hatalmas nagy szerelem, és hát lassan 30 éve néptáncolok, és 13 évvel ezelőtt az akkori vezető megkeresett, hogy mi lenne, hogyha indítanánk egy óvodás csoportot, és azóta töretlenül működik. Igazából mindig ugyanarra a vonalra építjük fel a foglalkozásokat, mindig van egy játékos bemelegítés, egy kis mondókás torna, hogy ráhangolódjunk, hogy megérkezzünk, hogy átmozgassák a gyermekek az izmaikat, és mindig változik, hogy van mindig egy aktív fázis, és van mindig egy ilyen pihentetőbb, lazább része a foglalkozásnak. A bemelegítés után általában játszunk egy futófogó játékot, vagy egy szobros játékot, ami mondjuk segíti a koncentrációt, a figyelmet, hogy szaladnak, és ha megáll a zene, akkor meg kell állni. Tehát, hogy akkor figyeljék, hogy biztos, hogy az egy ilyen biztos pont, hogy meg tudjanak állni.
utána általában az évszaknak vagy az ünnepkörnek megfelelő körjátékokat játszunk, énekes játékokat, abban is többféle fajtáját, párválasztósat, vagy éppen most, ami látszódott a foglalkozáson, ez a boszorkás, amikor a számfogalmat fejlesztjük, és akkor a körjátékok után pedig mindig van egy akadálypálya, ami a nagy mozgást fejleszti, ez a páros lábon ugrás, egy lábon ugrás, egyensúlyérzéket, és igazából mindent, amit lehet. Táncoltunk. És szeretsz táncolni? Igen. És miket szoktatok csinálni, hogy forogtok, futkostok? Szobjusat játszunk, azt szeretem. Most 63 fővel működik az Egyesület, és jelenleg is szívesen fogadják és várják a belépőket. A csapat fókuszba helyezi a hagyományápolást, a közösségformálást, a hasznos aktív időtöltést, a tagok pedig nap mint nap megtapasztalják a közös éneklés, táncolás örömét, a valahova tartozás érzését és zene szeretetét.